Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A szolnoki győzelem után a Zalaegerszeget fogadják a kék cápák. Meg akarja őrizni első helyét a tabellán a Spari második csapata. Harmadik lett a megyei futballválogatott az országos négyes döntőn. Kett csináló sportfarsangot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Három idegenbeli mérkőzést követően ismét hazai környezetben lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák szombaton 19 órai kezdettel a Zalaegerszeget fogadják a Continental Arénában. Egy három meccses idegenbeli sorozatot zárt a csapat Szolnokon. Az előző két mérkőzés is a Hajrában dőlt el, Körmenden és Kaposváron. Az ellenfél javára kellett az a két meccs ahhoz, hogy most a tiatokra dőljön el egy ponttal Szolnokon ez a mérkőzés? Lehet, hogy kellett, de nem erre szerettünk volna bazírozni. Érdekesség, hogy a papíron a legnehezebb meccset tudtuk megnyerni. Tehát ha ezt nézzük, bravúros teljesítmény. Ha azt nézzük, hogy három idegenbeliből egyet hoztunk, akkor azt mondom, hogy az elvárhatót azt teljesítettük ebből az idegenbeli túrából. A Hajrában dőlt el a mérkőzés, lehet azt mondani, az utolsó pillanatban az utolsó kimaradt Szolnoki dobása, de azért 40 percet kellett hozzájátszani. Minek köszönhető, hogy ti örülhetetek a meccs végén? Ami nagyon fontos volt, hogy a kispad nagyon sokat hozzátett, és nagyon extrát védekeztünk a második félidőben. Félidőben 49 pontnál tartottunk, igaz a vége 85 lett, tehát a második félidő egy nagyon extra védekezése fordította meg, illetve voltak olyan egyéni teljesítmények bravúros sorsal, akit a C.J. Bryce és a Manny Suarez vezetésével, ami támadásban sokat segített. Említetted korábban is, vesztes meccseknél is, hogy bizonyos dolgokkal elégedett vagy, de hát azért gondolom egy győzelem után mindig boldogabb az edző és a csapat is. A játékosok fejében kellett egy picit azért rendet tenni, mert a vesztes meccsek nem nagyon építik az önbizalmat, meg a kohéziót sem. Játékban akkor sem voltunk annyira messze az ellenfelektől, viszont ahogy mondod, igen, valóban a győzelem az jobban építi az önbizalmat, és annak olyan örülök, hogy tényleg mindegyik játékos hit benne, hogy tudunk Szolnokon is nyerni, és nem feltartott kézzel mentünk oda. Ez a bajnokság ez erről szól, hogy se otthon, se idegenben nem szabad elbízni se magunkat, de nem szabad feltartott kézzel sem menni, hiszen bravúros teljesítmények születhetnek bármelyik fél részéről, és megjósolhatatlan ez a bajnokság. Hazai mérkőzés következik az Zalaegerszeg ellen, ennek a szolnoki győzelemnek akkor lesz igazán értéke, ha ez a hazai meccs is meg lesz. Az Ete ugye nagyon beragadt a kezdésnél, most már viszont kifejezetten jó formában, a legutóbb például Debrecent verte meg egy edzőváltást előidézve. Igen, hát ők szezonban edzőt is cseréltek, több légiós is cseréltek, tehát ők addig próbálkoztak, még ki nem tudják rakni a kirakóst. Igen, most úgy néz ki valóban, hogy válogatott szünet után, illetve itt az új évben belelendültek. Nagyon veszélyes csapat. Sok új játékossal, akik az első egymás elleni mérkőzésen még nem voltak, tehát fel kell őket térképezni, és valóban nagyon fontos lenne, hogy hazai pályán megszerezzük ezt a szombati győzelmet. Elég lehet hozzá a Szolnokon mutatott játék, vagy még több kell a kispadról érkező pontokat tekintve? Azt gondolom, hogy nem is a kispadról érkező pont, hanem ha ezt a teljesítményt tudja nyújtani a kispad, tehát tényleg most védekezésben extrák voltak, és valóban dobtak egy pár fontos kosarat, de az összcsapat teljesítmény, ha ilyen lesz, és okosabb döntésekkel tudjuk menedzselni a meccset, akkor győztesen fogjuk elhagyni a parkettet. Az alapszakasz hajrája következik, 5 forduló van még hátra. Az eredeti célokhoz képest időarányosan, hogy állunk egy rendkívül kiegyensúlyozott bajnokság. Eddig talán azt lehet mondani, az utóbbi években nem is volt ilyen. Azt nézzük, hogy egy frissen feljutó újonc csapatként sok bravúr győzelemmel hátunk mögött ott vagyunk a top 10 kapujában, akkor azt gondolom, hogy összességében jól állunk. De voltak olyan mérkőzéseink idén, és tényleg ez egy nagyon hektikus bajnokság, ahol szinte már elvárta a publikum, illetve meg is magunktól, hogy nyerjünk, és nem sikerült, illetve olyan bravúr győzelmek születtek, mint korábban az Albakomp ellen vagy most Szolnokon, amire meg talán mi sem számítottunk. Úgyhogy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott szoros bajnokság, megpróbáljuk megragadni az esélyt és a biztonságot jelentő 10 legjobb csapatba oda kerülni.
a hétvégén egy olyan mérkőzés következik az Zalaegerszeg ellen, amelyik lehet azt mondani, hogy duplán számít, hiszen el lehet 3 győzelemre lépni az etétől. Te 4 nagyon szép évet töltöttél Zalaegerszegen, egy egészen más csapatban, picit mégis más ez a mérkőzés számodra, mint a többi. Igen, túl vagyok már pár ilyen mérkőzésen, amikor az előző csapatom ellen játszottam még korábban, de idén is azért jó érzés volt már ott Zalaegerszegen nyerni, nem azért, mert bármilyen bosszú ágy, vagy bármilyen volt bennem, de mégiscsak azért egy különleges érzés megvenni az előző csapatát az embernek. Így lesz ez most is, bár tényleg talán az év meccse következik, és nem akarom külön kiemelni, hogy mennyire fontos, de ezt mindenki tudja, látja. Úgyhogy duplát érne ez a győzelem, és tényleg akkor egy picit fellélegezhetnénk, akkor ér valamit a Szolnok elleni sikerrel, sikerül szombaton is tennünk. Mennyire számítotok a szurkolókra, mennyire számít a csapat a szurkolókra? Az utóbbi mérkőzéseken szép számban voltak, és biztatták is a csapatot. Nagyon jó a tendencia, tehát azt látom az ország összes csarnokában, hogy sajnos ugye a vírus helyzet miatt azért csökkennek a nézőszámok, de Nyíregyháza így első éves újonc csapatként ott van azt gondolom, az élmezőnyben nézők tekintetében. Persze ez mindig lehetne több, és várjuk is nagyon sok szeretettel szombat este 7 órától őket, úgyhogy ugyanolyan hangerővel és buzdítással álljanak a csapat mögé. 9 pontos előnnyel várja a tavaszi rajtot a megyei első osztályban a Spari második csapata. A Huszár Géza által irányított együttes célja az, hogy felkészítse a fiatal futballistákat a magasabb osztály által támasztott követelményekre, valamint a csapat szeretné megőrizni első helyét a tabellán. Most ha azt mondom, hogy sajnos kevesen vagyunk, akkor nem mondok teljesen igazat, mert örülünk annak, hogy több fiatal játékosunk ugye felkerült az első csapat keretébe, még hogyha nem is lesznek úgy gondolom tavasszal stabil emberek, de Törökországban az edzőtáborban is elvittek több játékos, tehát ilyen szempontból öröm ez számunkra, a másik oldalt szakmailag egy kicsit nehezen, mert 7-8 emberrel, illetve hát a utánpótlásból ugye a lengyelről ég szoktak feladni egy pár fiatalt, hogy legalább ilyen 10-12-en tudjunk edzeni, úgyhogy hát a mai mérkőzés is úgy néz ki, az első csapatnál vannak sérültek, betegek, aztán így sikerült összehoznunk úgy, hogy a IFA-ból hoztunk fel 5 fiatal játékost. Ez a mostani január-február meglehetősen hidegre sikeredett, mennyire nehezítette meg ez a munkát? De nem kellemes ilyen hidegbe ugye folyamatosan kint edzeni, viszont ugye itt a műfőes pályánk, ami azért nagyon nagy segítség. Úgyhogy hát amit tudtunk, ezzel a létszámmal megpróbáltunk elvégezni. Hát egy kicsit ilyen heterogén lesz ez a tavasz idény, ahogy én látom, mert mondom még egyszer, hogy több fiatalunk már a első csapatnál bontogatja szárnyait, úgyhogy így mindig hétvége előtt fogom tudni azt, hogy ki az, akit vissza tudunk kapni, és hogy ki az, akivel össze tudunk állni a bajnoki mérkőzésekre. Ez a 18-19 éves kor, az átmenet a utánpótlás futball és a felnőtt futball között, lehet érezni azért a srácokon, hogy kezdenek a felnőtt szint felé lépni? Én úgy gondolom, hogy igen. Senki nem gondolta a nyáron, ugye, hogy ilyen jól fogunk szerepelni, ugye 18-19 éves srácok, sőt 2-3-17 éves játékosunk is van, aki már játszott a megyei első osztályba. Hát igen, ez egy nagy átmenet, nem könnyű egyből a megyei, illetve az IFI bajnokságból a MB2-be bekerülni. Nem akarok elé menni dolgoknak, a fejlődésük szempontjából fontos lenne, ugye, mert eddig ugye az volt a jellemző, hogy kölcsönadták a játékosokat Tiszaújváros, Tája, meg hagyd nem mondjam az MB3-as csapatok. És hát most egy olyan lehetőség előtt állunk, terhet nem teszünk a játékosoknak a vállára, de úgy gondolom, hogy hosszú távon nagyon nagy lehetőség lenne a fiataljainknak, hogyha ne agyisten sikerülne megnyerni a bajnokságot, és az osztályzón is jól szerepelni, és mondjuk MB3-osok lennénk, akkor nem lenne akkora ugrás a IFI bajnokság és a MB2 között, mert azért az MB3 az már egy színvonalas bajnokság. Nehezebb tavaszra számít az, mint az ősz volt, hiszen azért most már valószínűleg még jobban készülnek rátok az ellenfelek. Biztos, hogy nehezebb lesz a tavasz, már csak azért is mondom, hogy egy kicsit heterogénak vagyunk, mert mondom, tehát mindig a meccs előtt tudom meg, hogy milyen összeállításban, milyen összetételben tudunk. Azért az ősz idényben volt egy nagyon egységes fiatal csapatunk, ami be is bizonyította, hogy jó futballt játszottunk meg, hát az eredmények is, meg a rugott góljaink száma. Úgyhogy nehezebbre számítok, emiatt is, hogy mondom,
nem fogom tudni mindig csak mérkőzés előtt közvetlenül, hogy milyen összetételben vagyunk. A másik az, hogy ősszel is mindenki ellenünk kétszeres erőbedobással játszott. Hát úgy gondolom most meg, hogy vezetjük 9 ponttal a bajnokságot, mindig mi vagyunk a nagy skalp, hogyha bennünket meg tudnak verni. Akárhogy is azért a megyének azért a Nyíregyháza, úgy gondolom, hogy azért a reprezentáns csapata, úgyhogy nehezebb tavaszra számítok. A 19. hétvégén kezdődik a bajnokság, kivel játszottok még addig is, ennyi tányon ki ellen léptek pályára? A Borsod megyei első osztály második helyezettje jön hozzánk pénteken. Eddig próbáltunk NB3-as csapatokkal megmérkőzni, hogy már most is egy kicsit előre tekintve, hogy a fiataljaink fejlődése szempontjából nagyobb sebességű, nagyobb iramú mérkőzéseket játszunk. Úgyhogy ez az egy edzőmeccsünk lesz, ami megyei osztályú csapat, illetve hát ez a mai, ugye ez a kemecse, ami menet közben jött közben, mert a tájából volt lekötve, csak itt közben a Kisvárdával csütörtökön játszottunk, úgy meg túl sok lett volna 2 nappal a Kisvárda meccs után játszani a tájából, úgyhogy a mai a kemecse, ugye megyei csapat. Tehát pénteken a Gesztely fog jönni hozzánk, jövő héten az az utolsó edzőmérkőzés. Próbáltunk egy utolsó meccsre egy hasonló erejű csapattal lekötni egy mérkőzést, mondom, mert a többiek, az Izbarcik, a Kisvárda, tehát próbáltunk NB3-as csapatokat játszani. És hát utána persze jön az első bajnoki, ugye Nagyecseden, amit nem tudjuk még, hogy Műfőn lesz esetleg, vagy rávisznek a időjárástól függően arra pályára, ami mindenki tudja, hogy nem a legideálisabb, ugye a nagyecsedi pálya. A harmadik helyen végzett a megyei amatőr futballválogatott az országos 4-es döntőn. A Lukács Tibor, Kis Tamás edzőpáros által irányított együttes az elődöntőben 3-2-es veresége szenvedett Baranyi csapatától, majd a bronzmérkőzésen 2-0-ra verte Komárom Esztergom megye együttesét. Természetesen meg szerettük volna nyerni az egész tornát, nem is lehet más célja szerintem egy csapatnak. A 4-es tornán viszont azt tudni kell, hogy a 4 régió győztes volt ott, ez azt jelenti, hogy ugye a 20 megyéből a 4 legjobb megye, és hasonló erősségű csapatok, tehát mindenkinek az volt a célja, hogy megnyerjék. Sajnos nem nekünk sikerült, hanem Pest megyének, hiszen a döntőbe 1-0-ra verte azt a Baranyát, amelytől mi az elődöntőbe szombat délután 3-2-es vereséget szenvedtünk. Hozzáteszem, hogy egy nagyon jó mérkőzésen, a torna legjobb mérkőzésén fordulatos volt, hiszen mi vezettünk 1-0-ra, majd ugye 2-1 oda is 3-2. A végén tudták megszerezni a győztes gólt a baranyaiak. Egy tipikusan döntetlen szagú mérkőzés volt, ahol a szerencse egy picit a Baranya megye mellett állt, de nem érdemtelenül jutottak be a döntőbe. Hogyan élték meg a srácok ezt a 2 mérkőzést? Ugye beszélgettünk a Lukács Tibor Kis Tamás edzőpárossal, a torna előtt mondták, hogy igyekeznek felkészülni az ellenfelekből, de hát az a helyszínen derül ki, hogy ki milyen játékerőt képvisel épp az adott napon. Azt itt az gyorsan hozzá kell tenni, hogy mindkét edző felkészült az ellenfelekből, és azt is hozzá kell tenni, hogy egyről a mi csapatunk volt olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes, ahol nem egy klubcsapatra építettünk, hanem ugye 8 sportegyesületből hívtunk be játékot, és hát a legtöbb 4 játékos volt egy sportegyesületből, általában 2-3 játékos képviselt egy-egy klubot, míg a Baranya megye, akitől ugye kikaptunk a Pécsváradból, 8 a Peacból 5 játékos volt, Pest megyéből például a Gödöllőből 12 labdarúgó volt ott, tehát azért elsősorban az ellenfelek úgy gondolkodtak, hogy egy klubcsapatra építenek, és azt erősítik meg 1-2 játékossal. Én viszont nagyon örültem neki, hogy a mi edzőpárosunk mindenféleképpen úgy gondolta, hogy ez egy megye válogatott. Itt azért ne 2-3 klub képviselje a megyét, hanem minél több, és 8 egyesületből sikerült játékosokat behozni, behívni, és mindenki helytállt. Ezúton is köszönöm az egyesületek vezetőinek, edzőinek a hozzáállását. Mi is partnerek voltunk, hiszen ahogy említetted az elején, ugye edzés nélkül mentünk. Tehát az elődöntő, a Hajdú megyei régiós elődöntő után, 2 hétben nem tartottunk edzőmeccset, pont azért, mert tudjuk, hogy itt a felkészülésben azért minden napnak szerepe van. Ugye most van ez a COVID járvány, és így is örülünk, hogy a tornákra elengedték a játékosokat, úgyhogy azt hiszem, hogy mind a klub csapatok, mind pedig mi a megye válogatott partnerek voltunk egymással. Amatőr futballról van szó. Milyenek voltak a körülmények? Amatőrök vagy profik? Profik, tehát mindenképp profi volt a körülmény. Nagyon jól érezték magukat a srácok, de szerintem mind a 4 válogatott elmondható. Egy nagyon szép szállodában laktunk, wellness lehetőség volt, a futballpálya az különösen parádés volt. Az országban egyelül álló módon nem gumigranulátum, hanem parafa volt, ami a műfőet összekötti és rugányossá teszi. Egyetlen egy hátránya volt a Balaton-Almádi műfőes pályának, hogy mivel nincs körbeépítve, így nagy
nagyon szeles volt, tehát mind a két nap, mind szombaton, mind vasárnap azért a széllel meg kellett küzdeni a játékosoknak. Ugye ez a válogatott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviseli, mint megyei igazgató, mennyire voltál elégedett a csapattal, gondolok itt a pályán való viselkedés, a pályán kívüli megjelenése, úgy összességében mindenre? Maximálisan büszke lehettem a srácokra. Tehát az első perctől kezdve, a péntek déli indulástól kezdve, a vasárnap este 8-as hazaérkezésig, mind a buszon, mind az úton, mind a szálláson, mind a futballpályán méltóképpen képviselték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, egyáltalán nem kellett szégyenkezni miattuk, úgyhogy nagyon profin vették fel ők is ezt az egész tornát. Az feltűnt, hogy sokat cseréltek az edzők, igyekeztek mindenkinek játék lehetőséget adni, akkor gondolom mindenki jó szájízzel tért haza Balaton Almádiból. Biztos vagyok benne, hogy jó szájízzel, mindenki legalább 60 percet játszott, de szerintem szinte mindenki játszott, hogy 90-120 percet, talán 2-3 játékos, aki 60-at, de legalább 60 percet, úgyhogy erre odafigyeltek az edzőpáros tagjai, hogy mind a 18 labdarúgó, ha már elment, akkor képviselje is, és megfelelően képviselje a megyét. Hol folytathatja majd a győztes, hiszen ennek a sorozatnak van nemzetközi folytatása is? Spanyolországban lesz egy régiós selejtező, ugye az amatőr Európa-bajnokságra való kijutásnál 8 darab 4 fős régióba osztják az amatőr válogatottakat, és a 8 selejtező csoport győztese játszhat a 8-as EB-n, és hát a magyar válogatott, a spanyol, a svájc és a szlovén amatőr válogatott ellen Spanyolországba küzdhet meg majd valamikor ősszel. Ajrájához érkezik lassan a felkészülési időszak, az átigazolási időszak, a jövő hétvégén rajtol a megyei első osztályi bajnokság. Időarányosan hogy állnak a csapatok, hogy álltok ti, mit lehet tudni, gondolom most azért volt idő beszélgetni a különböző csapatok képviselőivel. Azt hiszem, hogy már az átigazolásban a következő hátralévő 5-6 napban nem lesz nagy mozgás. Ugye február 14 éjfélkor jár le a téli átigazolási időszak. Szerintem már akik szerettek volna igazolni, az már nagy rész lebonyolódott. Esetleg még egy-két papírmunka van hátra, de úgy, ahogy említett, egy jövő hétvégén indul a megyei első osztályú bajnokság, tehát folytatódik a 16. fordulóval. Az időjárás nem volt kegyes az elmúlt hetekben a csapatokhoz. Befolyásolja valamennyire ez a bajnoki rajtot, a tavaszi folytatást? Ha az időjárás ilyen maradna, ami az elmúlt 4-5 napban van, akkor szerintem nincsen semmi probléma, és minden pálya alkalmas lesz, hiszen fúj a szél, nem fagy, tehát mindenféleképpen száradnak a pályák, de már láttuk olyat, hogy egy megye egyes csapat az első forduló mérkőzését Műfűre viszi, és az elmúlt évek tapasztalata is ez, hogy megpróbálják esetleg műfűes pályákra vinni. Ugye a megyében van 5 nagy méretű műfűes pálya, ahova tudják vinni, bízunk benne, hogy valamennyi mérkőzés megrendeznek, lejátszanak majd a február 19-20-a hétvégén. Sportfarsangot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Az érdeklődő fiatalok több sportágat is kipróbálhattak az atlétikai csarnokban. Első alkalommal szervezük ezt a sportfarsangot, 3 fő célja volt, része a Mozdulj Középiskolás a Nyíregyházi Egyetemmel programsorozatnak. Ezek a célok elsősorban a beiskolázáshoz fűződnek, az egyetemnek nagyon színes és gazdag most a beiskolázási kampánya, ezt céloztuk meg mi is a sporton keresztül, így szeretnénk nyitottá tenni az egyetemet a középiskolások számára. Másrésztről pedig átadásra került az atlétika csarnokunk, és azt gondoltuk, hogy legyen ez egy birtokba vétele az atlétika csarnoknak az egyetemisták, és a lakosság, a városi lakosságot képviselő középiskolások, jelképesen a középiskolások számára. Harmadrészt pedig azt szerettük volna ezzel elérni, vagy azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy élménydús feltöltődés az egyetemisták számára, akiknek lezárult a vizsgaidőszak, és kezdődik a második fél év. A középiskolások pedig alakítsanak ki minél több kapcsolatot az egyetemistákkal, lássanak bele az egyetemi sportéletbe, és akkor várjuk vissza őket szeretettel a Nyíregyházi Egyetem képzésein. Milyen sportágokat próbálhatnak ki a jelenlévők, mi alapján állították össze a repertoárt? Játékos sportvetélkedőket terveztünk, nem igazán a klasszikus sportágakra építettünk, akadálypályát alakítottunk ki, tagballban mérettethetnek meg, Xboxban, darts bajnokságban vehetnek részt, told el a súly című játékban, kreatív élménysarok, társasjáték, tehát ilyen kis színes programmal próbálunk kedveskedni a középiskolásoknak. Nagyon sokan vannak olyanok, jelenlegi vagy korábbi sportolók, akik a Nyíregyházi Egyetemen vagy korábban még a Bessenyei Győrtanárképző Főiskolán ismerkedtek meg bizonyos sportágakkal, vagy innen indultak el. Most mennyire erős az egyetemnek a sportvonulata?
Én azt gondolom, hogy nagyon népszerű szak a Nyíregyházi Egyetem képzési kínálatában a sport szakember képző szak. A Nyíregyházi Egyetemen működik sportegyesület, ennek 9 szakosztálya van, és ezekben a szakosztályokban sportolhatnak az egyetemisták. Ez az újonnan életre hívott rendezvényt, ez a sportfalságot, ha nem is nagy, de egy kis sportág választónak lehet nevezni. Mennyire fontosak az ilyen rendezvények, események? Nagyon fontos, és nagyon nagy örömmel érkeztem ide, hiszen ez egy hagyományteremtő sportesemény, amely egy farsangi jó mulatságba is torkollik, hiszen több célja is volt a Nyíregyházi Egyetem vezetőségének, amikor életre hívta ezt a sportfarsangot. Egyrészt, hogy bemutassa az egyetemet, és vannak itt középiskolások is, akik akár választhatják az itteni különböző szakirányokat, hiszen nagyon fontos, hogy itt az ország legjobb sportszakembereit képezik, testnevelő tanárokat, edzőket, vagy sportrekreációs szakembereket, és ezáltal is közelebb tudjuk hozni őket ehhez a millióhoz, és nagyon fontos, hogy egy ilyen sportcsarnokot tudtunk átadni az elmúlt hetekben, hiszen 3 éve vártuk azt, hogy megújuljon, egy vadkár okozta úgymond negatív helyzetnek köszönhetően, nem tudták használni az itteni hallgatók, vagy a Nyíregyháza lakossága, és immár, most már ennek is helyszínt tud adni ez a kiváló épület, illetve csarnok. Nagyon fontos az, hogy letelt egy vizsgaidőszak, és ezt is meg kell ünnepelni, és a sportfarsanggal ezt is meg tudják oldani, így a hallgatók, akik egy közösségteremtő erőben vannak a sporttal kapcsolatban, hiszen a mozgásgazdag életmóddal egyetlen egy eszköz van a kezünkben, amelyre ténylegesen azt lehet mondani, hogy közösséget képez és alkot. Úgyhogy ha egy ilyen közösséghez csatlakoznak a fiatalabbak, akkor láthatják azt, hogy bizony itt milyen jó az a közeg, amihez esetleg tartozhatnak a következő időszakban. Úgyhogy egy kampánya is indult el ezáltal a Nyíregyházi Egyetemnek, hogy egy beiskolázási kampányban meg tudja mutatni a létesítményeit, illetve a hangulatot, hiszen ez a sportfarsang egy egész napos rendezvény sorozatot alkot, amelyben nagyon-nagyon sok szórakoztató elem lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!